Véget ért a Dunaújvárosi Vasas Tánc Együttes nyári felkészülése a Pilisben, ahol rengeteg élménnyel gazdagodhattak a résztvevők. Lengyel Szabolcs, Micsi, a táncegyüttes művészeti vezetője elmondta, rendkívül fontos, hogy egységé, csapattá kovácsolódjanak. Egy hétfői nap indultunk erre a edzőtáborra. Igazából az ötlet onnan adódott, hogy az együttes már többször volt ott a Pilisbe, Pilis-Szentkereszten a Somhegyi Turistaházba, és mint a hát a pár hónappal ezelőtti bemutatkozó interjúmban én mondtam, hogy fontos az, hogy az új együttesnek, ami most kovácsolódik, egy csapattá kell válni. És ez igazából az első érdemi munka az most történt, ugye a pandémiás időszak után, bár folyamatosan dolgoztunk hétről hétre, de nem tudtuk teljesíteni azt a heti két próbát, három próbát, ami ott megszokott az együttes életébe. Az együttes egyik táncosa, Orgovány Zoltán pozitív élményekről számolt be stábunknak. Elmondta, a korábbi évekhez képest annyiban volt más az idei tábor, hogy volt feladatuk is, mégpedig az augusztus 20-ai ünnepi rendezvényre való felkészülés. Eddig a konkrét feladatunk nem volt fönt, csak elmentünk jól érezni egy effektíve nyaralás. Az idei annyival másabb volt, hogy egy koreográfiát kellett összetennünk minden nap próbával, tehát a nap, és ezen felül volt a fakultatív programok, tehát többiek mentek túrázni, volt, aki maradt főzni, és ezen felül is jól tudtuk érezni magunkat. Volt persze buli is, de a feladatot nem felejtettük el, persze se. Franyó Ivett, a Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttes tagja, a közösséget emelte ki, mert végre újra együtt lehetett a csapatával, amire sokáig a koronavírus járvány miatt nem volt lehetőség. A kirándulásnak köszönhetően sikerült visszahozni azt a hangulatot, ami a pandémia előtt volt jellemző az együttesre. Nekem személy szerint nagyon tetszett, ugye a karantén alatt nem nagyon tudtunk találkozni egymással, úgyhogy azért is volt jó, hogy kicsit így újra együtt volt a csapat, kicsit jobban összeszoktunk, amúgy pár emberrel így megrekedt a barátságunk, nem beszélgettünk, és akkor ez így most jó volt, hogy tudtunk beszélgetni. Próbáltunk, ugye az idei év az edzőtábor volt, úgyhogy táncoltunk is, így próbáltuk visszahozni a kondinkamat, amiket elvesztettünk, úgyhogy nekem nagyon tetszett. A Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttessel legközelebb augusztus 20-án találkozhatnak az érdeklődők a Szalki-szigeten, ahol bemutatják az új, eddig még sosem látott ünnepi műsorukat.